szeptember 1-én játszottuk az elsőt Liechtenstein ellen. Ez egy Európa bajnoki selejtező volt. 4-0-ra sikerült győznünk, 90 percet játszottam. Ez hát nem rólam szólt ez a mérkőzés, mert inkább mi támadtunk, mi kezdeményeztünk, a mi akaratunk érvényesült, de azért oda kellett figyelni, mert azért volt egy-két kontratámadásuk, ami azért veszélyes volt. Szerencsére nem kaptunk gólt, és úgy érzem, hogy jól ment a mérkőzésen. A második meccs az egy barátságos mérkőzés volt Lengyelországban. A lengyelek, mint tudjuk, kint vannak már az Európa bajnokságon, és velük játszottunk 9000 néző előtt. 1-1 lett a mérkőzés. Úgy érzem, ott is jól ment. Az már egy kiegyensúlyozott mérkőzés volt. Az első 20 percben a lengyelek nagyon ránk jöttek, de utána sikerült felvennünk a játék ritmusát, és utána szerintem egész mérkőzésen partiba voltunk velük, sőt, szerintem a győzelmet is megszerezhettük volna. Az első két héten már itt voltam, amikor az új edző ide került, csak jó benyomásaim vannak róla. Most a válogatott mérkőzésemen is az első Liechtenstein ellen kint volt, és megnézte a meccsemet. Úgy érzem, hogy jól ment, remélem, hogy jó benyomást tudtam kelteni nála, és remélem, hogy minél hamarabb sikerül végre bemutatkoznom az NB1-ben. Az Újpest jön hozzánk. Hazai mérkőzés, mindenféleképpen be kell nekünk ezt húzni. Szerintem a fiúk ebben a két hét szünetben mindent megtettek ennek érdekében. Nagyon remélem, hogy keretben leszek ez a két meccs után is, mert 290 percet játszottam, de nem érzem magam fáradtnak, és nagyon remélem, hogy ott tudok lenni a keretben.